Úgy fikázom az egész mindenséget, hogy ez a rohadt gyurcsán, az a izé, és a szomszédom is behülye, és a mit tudom én mi, akkor szépen alámászik a Hartmann. Miért? Azért, mert neki az a dolga, hogy begyűjtse az energiát. Ha bennem nem megy ez az energia, mert leblokkolom, félelemmel, gyűlölettel, haraggal, akkor egyébként érzi az ember, hogy egy gombóc keletkezik a gyomrába. Akkor fogja azt, egyszerűen bemegy alá. És ez az, ami ugye a természetgyógyászok réme, hogy kiméri a lakást, és akkor két év múlva teljesen máshol van a rendszer. Hát azért, mert az egyik élőlény beszélget a másik élőlényre. Én a tájjal beszélek. Na most ez a beszélgetés, ez lehet egyéni is, de lehet csoportos is. Na most a csoportos beszélgetések voltak tulajdonképpen a szertartások. És ezek itt történtek. Tehát a Szent György háló keresztpontjaira épültek a templomok, ez a mai napig kimérhető. Tehát ezek a régi templomok, árpádkori, koraközépkori templomok, mind Szent György háló keresztre épültek. Miért? Azért, mert ha itt valamit csinálok, akkor nézzük csak meg, a következő csomó pontok így elmegy az információ. Tehát legalább 10x10 kilométerre eljut, mert aztán ennek vannak kisebb hálói, a lejvonalak, vannak még kisebbek, stb. Tehát ez egy pillanat alatt szétfut az egész rendszeren. Na most képzeljük el a következőt, itt voltak olyan szertartások, hogy emberek közös akarattal akartak valamit. Azért, mert közösség volt. Megint a magyar nyelvet hívjuk segítségül, közösség az mit jelent? Hát a közös ég. Tehát a közös program, közös istenkép, stb. Na most képzeljük el, hogy ezek az emberek valamit szerettek volna elérni, mondjuk szerették volna, hogyha, mit tudom én, bő termés van. Vagy bármi, ami kívül, sok gyerek legyen a faluba, vagy mit tudom én, lila milka telnek, mászkáljanak az utcákon, tehát bármit akartak, az a lényeg, hogy hogy lehet ezt elérni. Úgy lehet elérni, hogy közösségként kell viselkedni. Tehát ez közös ég, az ugye azt jelenti, hogy közösen tudunk az Istenhez fordulni. Tehát úgy is meghallgatja az embert az Isten, hogyha így egyesével molyol vele, de azért a közös teremtés az mindig, hát a melóba is. Hát én is el tudok egy mit tudom, kupac trágyát hordani, de hogyha ugye segítenek a szomszédok, vagy a sógor, vagy valaki, azért hamarabb megy. Na most körülbelül ugyanez a helyzet ezzel is, hogy ha közösen kérnek valamit, akkor az megsokszorozza a kérés erejét. Na most körülbelül lehet látni, hogy működött egy ilyen szertartás, hisz a mai napnak, vagy mai napig is ennek a romjai működnek. Tehát ugye bemegyünk egy templomba, mit csinál az ember rögtön? Letérdel, az se árt, de elkezd keresztet vett, vannak ilyen, imádkozik, az is fontos, de hát azért úgy általában énekelni szoktunk, nem? Na most az a helyzet, hogy az éneknek nagyon fontos szerepe van. Tehát az ének az a léleknek az összehangolását szolgálja. Mai napig elmegyünk kocsmázni, és ha már ugye egymásra hangolódtunk, akkor elkezdünk énekelni. Na most ezek a szertartási énekek, ezek voltak a szerelmes dalaink. Ez ma már gyönyörűen látszik. Tehát amikor az első szeretőről, az örök szeretőről, az igaz szeretőről énekelt a magyar, akkor bizony az Istenről énekelt. És az Istenhez imádkozott. Na most képzeljük el, hogy egy közösség, egy ilyen, mit tudom én, napot is szeretem, holdat is szeretem, de fényes csillagot leginkább szeretem. Tehát egy ilyen jellegű dallal. Igen, azért itt még egy kis zárójeles valamit el szeretnék mondani, hogy most képzeljük el, ott is voltak súrlódások, ott is vannak feszültségek, tehát nyilván, hogy voltak gázok egy ilyen közösségben, és ez ellopta egy szekérfámat, az megmászta a lányomat, ez meg mit tudom én, mit csinált. Tehát valahogy ott is egymásra kell hangolódni, és ezeket ki kell kapcsolni, ezeket a zavaró hatásokat, ami még egyszer mondom, a félelem, gyűlölet, harag, stb. Hogy tudták ezt megcsinálni? És ez a döbbenetesebb az egészben, hogy úgy, hogy nem egymás felé fordultak. És mondok rá két példát, és mindenki meg fogja érteni. Itt vannak az esőcseppek, és itt a forrásuktól, a tengertől nagyon nagy távolságra leesnek. Ugye? És ezeknek egyetlen egy céljuk van, hogy ide visszataláljanak a tengerhez. És elkezdenek szépen összefolyni. De hogy folynak össze?
Egymást keresik az esőcseppek? Nem, minden esőcsepp a tengert keresi, ahonnan jött. Tehát minden esőcsepp a forrását keresi. Tehát magyarul ezek az emberek akkor találnak igazán egymásra, hogyha nem fogjuk össze, meg alapítsunk ilyen pártot, olyan valamit, hanem mindegyik elkezdi az Istent keresni magától. És miután mind az Istent keresi, mind egy felé indul, tehát előbb-utóbb összefolyik. Ez a lényege a valódi közösségnek. Döbbenetes, mert ma, szóval mindig ezen gondolkodom, ha már nem tud legyőzni, állj az élére. Tehát ezen gondolkodom, hogy mindig idő előtt akarnak mindent kirobbantani, és most például úgy érzem, hogy idő előtt akarnak közösségeket szervezni. Nincs még itt az ideje, annyi mocsok van még az emberekben, és annyi gyűlölet, és annyi harag, és annyi félelem, hogy ez még nagyon-nagyon korai. Tehát most az az időszak van, hogy érlelődni kell, és hát egyáltalán jó, én mint legkisebb fiú ezt meg fogom csinálni, de azért nem ártam egy kis tudást összeszerezni, legalább annyit, hogy mi a magyarság. Szóval megyünk hőzöngeni a Kossuth térre, és nem tudjuk, hogy miért. Ez a nagy baj. És ehhez kell pontosan ilyen módon viselkedni. Igen, találja meg mindenki az Isten, de tisztán magába. Tehát nem az, hogy most 168 órába átverem a másikat, vagy 167 órába átverem a másikat, és akkor vasárnap, mit tudom, 9-től 10-ig, amennyit oda tudok figyelni, három mondat erejére, ugye fölköpök és aláállok. Szóval ez nem Istenhit. Viszont azt az Istenhitet, hogy mindenki magába találja meg az Isten, de őszintén és mélyen. És utána azok az emberek, akik már megtalálták magukba, azok úgyis elindulnak egymás felé. És úgyis ideig, óráig lehet, hogy szétrebbennek, de ha megint felidézik a forrást, akkor megint arra fognak menni. Most ha megint felidézik a forrást, ezek voltak a szertartások. Felidézték a forrást, az, hogy ki az első szeretőit elhagyja, életében mindig csak a sírhatja. Én is olyan szeretőmet hagytam el, amíg élek, soha nem felejtem el. És közben eszébe jut a szeretője, hogy Úristen, hát most mi bajom a Józsival, amikor nekem egyetlen egy vágyam, hogy visszatérjek az Istenhez, akkor ebben most mit zavar engem azt, hogy a Józsi hülye. És szeretettel gondolja Józsira. Most abban a pillanatban, hogy ez a szeretettel gondol, ez kiteljesedik egy körré, ezek körtemplomok voltak, abban a pillanatban megnyílik az ég. És minden szertartásnak ez a lényeg, hogy nyíljon meg az ég, legyen olyan eleje, hiába mormolok ott, meg motyogok magamba, hogyha közben azt mondom, hogy mi atyán ki, hogy a rohadt anyádat Józsi, ez így nem működik. Tehát ezeknek működniük kell, és újra működniük kell. Tehát az esőcseppek nagyon jó példát mutatnak rá, de a mai szertartásokban is maradt ennek egy maradványa, hogy ez mi lehetett, csak erre már mi nem figyelünk oda. Most ugye úgy működik a szertartás, hogy megtöri a papa kenyeret, és íme az én testem, ugye az utolsó vacsora emlékére, és íme az én testem, ami értetek töretett. Utána kitölti a bort, íme az én vérem, ami értetek ontatott. Na most, ha Krisztus testét magamhoz veszem, és vérét magamhoz veszem, akkor vele test vérré válok. Ugye? Ez a magyar nyelvnek egy gyönyörű működési képe, és csak a magyar nyelvé. Szóval ebből is látszik, hogy mi volt az ősvallás, de ezt most tegyük félre a magyarkodás. Van egy sokkal fontosabb dolog. Na most abban a pillanatban, hogyha én is testvérévé válok Krisztusnak, meg Gipszjakab is, akkor Gipszjakab ki lesz nekem? Testvérem. Ugye? Na ez a lényege a szertartásnak. Ez a lényege a szertartásnak, és ez egy ilyen szertartás képes volt arra, ott tényleg megnyílt az ég. Szóval ezt már nem veszik komolyan, ezt a kérés megadatik. Ez egy mondat a Bibliából, mit foglalkozok vele. Van ott jó vastag rész, ószövetség, fontosabb, stb. De ez az egy mondat a kulcsa mindennek a világon, mindennek. Kérés megadatik. És amikor az ember elfordul ettől a forrástól, mindig akkor van az, hogy elfelejt kérni. Ami nem baj, mert úgyis visszafordul, és ezek nagyon jó tapasztalatok. Az egész világ így működik, hogy itt a forrás,
Elkolbászolunk, pofon visszatérünk. Elkolbászolunk, pofon visszatérünk. Ez maga a világ, a virág. És tényleg így működik a világ, az életünk is így működik, egyébként egy nemzet élete is így működik, mert ahogy lent, úgy fenn, ez egy alaptörvény a világegyetemnek. Tehát így működik. Mindenesetre most valahol itt tartunk. Ja igen, ez a forrás, hát ugye ez a Doppler effektus, amiről beszéltem. Tehát, hogyha távolodunk a forrástól, akkor a sátán, ugye, mélyhangrendű lesz, ha közeledünk, az Isten. Tehát ezt így is éljük meg. Tehát most valahol itt lehetünk a fordulóponton, ugye? Hogy most már marha hideg van, meg marha sötét van, meg mindenki már baromira unja. Egyébként ezt le lehet mérni, nagyon jól le lehet mérni az embereknek. Tehát ez teljes nihilizmus, hogy úgy se lesz itt már semmi, hagyjatok meghalni, kicsi vagyok, úk vagyok, vigyél hazát. Ez nem egy magyar mentalitás. Ezt a kínai bármikor megteheti, meg Hanzi is megteheti a 600-as Mercedes-re, de mi nem tehetjük meg. Mert nem ez a dolgunk. Na, tehát az a lényeg, hogy ez a rendszer, ez így működtette a tájnak egy szegletét. Egy falunyi szegletet. De még ennél is nagyobb rendszerek vannak, és ezek a csillagösvények. Na most a csillagösvényekről annyit kell tudni, hogy ezek már nem ilyen, ezek se ilyen szép raszterek, ez akkor ilyen raszter, hogyha nincs zavaró tényező, nincs ott egy hegy, nincs ott egy forrás, nem húzza el a domborzat, tehát azért ez se így néz ki. De a csillagösvények azok már nem is ilyen rendszert alkotnak, ugyanis azok a főfolyók, amik behálózzák ezt a rendszert. Most képzeljük el, akkor most innentől ideig legyen az eurázsiai térség, és ez például Deniken könyvei tele vannak ilyenekkel, hogy milyen érdekes, ezeket a katedrálisokat egy vonalra építették. Meg ezek a druida kövek, ezek egy vonalon fekszenek, meg a Stonehenge, meg a micsoda. És ha az ember ezeket összeköti, akkor természetesen mind a Kárpát-rendszébe metszi egymást. Miért természetesen? Azért, mert ez a rendszer középpontja. Hol a fenébe metszeni? Hát ez a súlypontja is egy rendszernek. Tehát akármilyen vonalat húzok keresztbe, az át kell, hogy menjen a súlyponton a Kárpát-rendszén. Most ez az érdekes az egészben, tele van ilyen vonalokkal az egész Kárpát-medence. Na most ezek a vonalak, ahol találkoznak, ott vannak a legnagyobb szent helyek. Ugyanis ezek tulajdonképpen energiaszállító folyók. És amikor két ilyen találkozik, mindig egy örvény lesz. Most ezek az örvényterek, ezek úgy működnek, mint az emberbe a csakrák. Tehát tulajdonképpen ezeken keresztül kommunikál az ember, kommunikál. Tehát ezeken keresztül beszélget az ember az Istennel, mondjuk kinyugodtan néha, morfogenetikus mező helyett néha nyugodtan mondjuk Istent, annyi még elfér egy előadásban, nem? Na, tehát ezek a nagy országos szent helyek. Na most mit jelent az, hogy országos? Az azt jelenti, hogy a Kárpát-medence ilyen urusságokból áll, ilyen országokból, Somogyország, Gömörország, Szepesország, ilyen ország, olyan ország, amolyan ország. Na most minden egyes ilyen urusságnak, országnak megvolt a maga szent helye, és az országok abba különböztek, tehát ezek ilyen elég nagy tájegységek voltak, és teljesen önállóak voltak. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ugye, hogy egy darabig ugye család, nemzetség, törzs, mit tudom, micsoda, egy darabig megy ez a rendszer, mint ahogy van faág, vastagabb faág, stb., de egyszer csak összeáll belőle egy önálló lény, egy fa. De ott még nincs vége a szerveződésnek, mert a fák meg összeállnak egy közös célért, hogy mondjuk védjék egymást, meg távol tartsák a szelet, meg a tudjanak szaporodni, stb. Tehát egy erdővé áll össze, ahol ráadásul különböző fák vannak, és mind egymás segítik ebbe a rendszerbe. Na most tulajdonképpen a Szentforna országai így álltak össze, de mindegyiknek ez volt a lényege, hogy egy-egy ilyen országi területen voltak. És a közös cél pedig ez volt az a bizonyos Szent Korona szellemisége. Tehát most már látjuk, hogy természetileg hogy állt össze. Mindegyiknek volt egy ilyen nagy szent helye. Hogy hogy működnek ezek a nagy szent helyek, azt talán Csíksomjon lehet a legjobban mérni, mert az ébredezik most a leginkább. Ennek van egy piszok egyszerű magyarázata, azon gyorsan átfutunk.
Kárpát-medence az úgy néz ki, hogy van egy magja, egy alföldi része, meg van egy még